Szeretettel köszöntelek most karácsony ünnepén egy bibliai idézettel. Ezt a mondatot Lukács evangélista jegyezte fel. Ne féljetek, mert én hirdetek nektek nagy örömet, mert született nektek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus. Ezt a mondatot 2000 évvel ezelőtt a betlehemi pásztorok hallották, amikor a nyájukat legeltették az éjszakában, és hirtelen angyal sereg vette őket körül, és közölték velük ezt a különleges üzenetet, hogy ne féljetek. A pásztoroknak minden oka megvolt a félelemre, féltek az emberektől, a tolvajoktól, a vadállatoktól, a körülményektől, a szűkös élettől, és még az, hogy ilyen idegen lényekkel találkoznak, akik tiszták, ragyognak, szentek, csodálatosak, egy bensőséges félelem töltötte el őket, ami révén Isten jelenlétében érezték magukat. Ez egy más félelem volt, mint amikor félünk a hétköznapi dolgok miatt. Az angyalok megnyugtatták őket ezekkel a szavakkal, hogy ne féljetek. Most valami jó fog történni, amin szabad örülni. Valami nagy örömet hoztunk nektek, ez az öröm pedig nem valami sikernek az öröme, nem egy jól sikerült üzletnek az öröme, hanem ez valaki érkezésén való öröm, a megváltó megérkezett. Ezt a megváltót Úr Jézus Krisztusnak nevezi az írás. Ő született meg, beteljesültek a proféciák, eljött a szabadító. És ti, akik nyomorban, sötétségben, félelemben, boldogtalanul, magányosan, elhagyatva, csupán az állatok között töltöttétek napjaitokat, most eljuthattok egy csodálatos állapotra a megváltó által, a Krisztus által, aki a Golgotán meghalt, aki szabadító, és aki üdvösséget hozott nekünk. A pásztorok lelkét ezek a szavak megnyugtatták, és hála töltötte be őket, hogy egy új fordulat következik be az életükben, új irányt vesz az az élet, amit eddig folytattak, és most már nem Istennek háttal élnek, hanem Isten felé fordulnak teljes szívükkel. És azt mondták, tényleg igaz, hogy megszületett a megtartó, mi látni szeretnénk, és odaadjuk a szívünket, életünket neki, csak vele leszünk boldogok. Én is elfogadtam egy napon ezt a megtartót, akit a betlehemi pásztorok elfogadtak, ezért vagyok szabad, boldog és Isten gyermeke. Ha te is szeretnéd ezt a szabadságot és boldogságot, akkor neked is szól ez az örömüzenet. Fogadd el az örömüzenetet és azt, akiről ez szól, a megtartót. Úgy legyen.